Jó napot kívánok! A Visual Basic for Application-nál folytatjuk, Excel-makrókkal ismerkedünk. Ez lesz az első olyan, amikor feladatokat is oldunk meg. A feladatokat egy prezentációban fogom részletezni, és ott fogom megmutatni, hogy miket fogunk csinálni. Ez a prezentáció. Ez elérhető a lemezen. Először a fejlesztői környezetet szeretném megmutatni. A fejlesztői környezetről már szó volt, hogy ez elérhető a developer fűről, innen a Visual Basic gombról, aztán elérhető a View makró, és akkor innen is elérhető, aztán fölrakható a gyors elérési eszköztárra. Én most föltettem a gyors elérési eszköztárra. Ez már többször megjelent a film folyamán ez az üzenet, hogy a színösszeállítást a Windows 7-es esetén módosítani kell, úgyhogy ezt most megtettem, és akkor be fogok menni a Visual Basic-be. Visual Basic felületét, hogyha megnézzük, következőket látjuk. Az első ablak, tehát ez a terület, az úgynevezett projekt tallózó, vagy Project Explorer, a projektek, vagy projektek az Office-ban az adatállomány részét képezik, az Excelben minden megnyitott munkafüzet egy ilyen projektnek felel meg. Lehet látni, hogy nekem több ilyen projektem van most nyitva, tehát egy régi munkafüzet egy szövegek makrót tartalmazó munkafüzet, a makrózás munkafüzet, tulajdonképpen ebben dolgozok, és ott lehet látni fölül, hogy még vannak úgynevezett beépülő makró munkafüzetek is. Ezek a munkafüzetek, amelyek XL AMP terjesztést kapják, ezek az Excel indulásakor betöltődnek, bővítmények tulajdonképpen, föl lehet ismerni, ott van például Eurotools, illetve a Solver bővítmény, amely beépül induláskor a Excel felületébe. Második ablak, ami itt alul található, tulajdonságok ablak, mindig az aktív projektre vonatkozik, és azon belül is az aktív objektumnak, a jelen esetben a makrózás objektumnak a tulajdonságai láthatók benne. Jó, itt lehet látni, hogyha én itt váltok a különböző ablakok között, akkor tehát a munkafüzet, illetve a munkalap között, akkor a tulajdonság ablak is fog változni. Hozzátartozó tulajdonság ablak. Harmadik ablak, az úgynevezett kódgeneráló ablak. Ide írjuk a programunkat, a VBA eljárás nagy függvényt. Azt lehet látni, hogy a generál alatt a worksheet, ugye itt megváltozik, hogy most éppen mit szeretnénk csinálni, hogyha szeretnénk újabb eljárásokat írni, illetve az is látszik, hogy innen meg lehet hívni az adott már létező eljárásainkat, és rájuk lehet állni, aktívvá lehet tenni őket. Következő az a felülettel való ismerkedés területén az objektum tallózó. Most az objektum tallózó az hol érhető el? Az objektum tallózó az úgynevezett Object Browser, az F2 gombbal elérhető, és lehet látni, hogy mindig a kódgeneráló ablak helyén jelenik meg, vagy az egyik, vagy a másik látszik. Vissza akarom állítani, akkor mondjuk a Ctrl-Z billentyű kombinációval visszakapom a kódgeneráló ablakot, attól függ, mire van nekem szükségem. Mellette lévő két gomba tulajdonságok ablak, illetve a Project Explorer-nek a megjelenítése, eltüntetése.
vagy aktívvá tétele. Jó, hát ezek a meglévő eljárásokra vonatkozó gombok, futtatás, megállítás, töréspont elhelyezése gombok.